még egy technikai információ. Az a kérdés, hogy ahol megállunk 15-20 perc, tehát ha valaki elmegy pisilni csokiért, bármiért, jöjjön vissza indulásra, mert ha nem ott fog maradni. Az útvonalat megkapták a sofőrök, a következő helyszínen lehet legközelebb hozzánk csatlakozni, hogyha valaki lemarad a dologról. Az a kérdés, indulásra mindenki legyen ott. És akkor nincs más hátra, mint átadjuk a petíciót az RTL klubnál, és amikor átadtuk, akkor kérem, hogy mindenki viszonylag hamar üljön be az autójába, és induljunk tovább. Gyertek erre fele, légy szíves! Jó. Meg ki a Bélának odaadtad? Odaadtam a Bélának. Na ez lesz egy nagyszerű pillanat. Jó. Jó, nem megyünk be. De hogy megyünk? Üdvözlöm. Ki fogja átvenni a petíciót? Foka László vagyok, szervusz. Hát én azt gondolom, hogy nem a fajfőbiztonsági szolgálatnak kellene átvenni, hanem a szentélyektől valami nagy ügyeket. Igen, ezt tovább érteni. Tehát ez olyan, hogyha lenne egy országos probléma, mert ez is egy országos probléma, és akkor a miniszterelnök közül fordulnak valamiért, és akkor kijönne a hozzánk az önkormányzatból valami. Akkor már elmondom. A következő miatt jöttünk itt, nem tudom, hogy tudja-e tolmácsolni, le van benne írva, a devizahitelezés egy széles társadalmi probléma. Ezek hajtok ebben már bele. Ez olyan, mint egy természeti katasztrófa, amiről tájékoztatni kell az embereket. Nyilván, tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy az embereket tájékoztassuk, hitelesen tájékoztassuk, és olyan emberek szájából hangozzanak el az információk, akikhez értenek. A Népszavát azt nem lehet meghallgatni úgy, hogyha valaki politikusok, ügyvédek beszélnek róla. Azok az emberek, mint a Béla, mint mi és a többi civil érdekvédő, aki nap mint nap találkozik olyan emberekkel, akik ki akarnak ugrani az ablakon, és fogjuk vissza, hogy ne tedd ezt. Ne tedd, mert van kiút. De hogyha a tévéből nem hallja meg, hogy van kiút, és nem hallja meg, hogy van más lehetőség, akkor ki fog ugrani az ablakon. És az a kérés, hogy ezt nagyon vegyék komolyan. Nyilván én azt gondolom, hogy ön a megfelelő helyre fogja továbbítani. Azzal az üzenetünkkel, hogy a jövő hét folyamán meg fogjuk keresni önöket, hogy akkor hogyan tovább, és miként így tegyen a dolog. Köszönjük szépen! Szép napot! Köszönjük szépen! Rajta leszünk! Mielőtt bárki elköszönne, én annyit kérnék, hogy mivel önt megbízták azzal, hogy vegye át a petíciót, vagy ne engedjen be bennünket a székházba, egy illetékes úrnak azért mégis le kellene jönni, és végig kellene hallgatni azt, hogy mit teszünk, és mit követel, hogy mit kérünk. Tehát ez egy megalázás a néppel szembe, az, hogy a civil szervezetek az Otthonvédelmi Tanácsnak 23 szervezetéből álló képviselők idejönnek, és leküldik önt, mint biztonsági szolgálatnak az egyik alkalmazottját. Hát milyen dolog ez, hogy nem mer a tévének a képviselője olyan ember lejönni, aki kompetensabban, hogy itt megszólaljon és beszéljen a civil szervezetek képviselőjével. Tehát, hogyha mi ide visszajövünk legközelebb, ez nem így fog megtörténni, nem ennyien fogunk visszajönni, hanem sokkal többen, mert felkészítettek bennünket arra, hogy megaláztak. Ezzel, hogy magát önt küldték le. Nem alázom meg. Nem azt mondtam, hogy ön alázott meg. Azzal, hogy minket megaláztak. Pontosan ezt mondtam, de ezt is mondtam elsőre is. Ezt nem kellene annyiba hagyni, tehát kérnünk, követelni kellene, hogy most is jöjjenek le, és legyen egy olyan illetékes, aki átveszi a petíciót tőlünk. Hát milyen dolog az, hogy egy biztonsági szolgálat emberét küldik itt? Engem kértek meg, és ezt tovább. Jó, akkor mi megkérjük, hogy tessék szívesen itt fölmenni, és annak a helyettesét küldje le. Ha nem, akkor annak, de egy kompetens emberre van szükség itt, aki meghallgatja, ez nem ön. Nem. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Elvárjuk, hogy az RTL-kú vezetőségével valaki jöjjön be, és vegye át a petíciókat. Nem a biztonság őre vagyunk kíváncsiak, hanem az RTL-kú vezetőségére. Az RTL-kú nem tűnteni meg annyira a magyar állampolgárokat, a televízió nézőjét, hogy a petíciókat átvegye, akkor szégyelje magát. Várjuk az RTL-kú vezetőség, ha bejárhatnál. Megalázásnak! Gyávodó! 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 Gyávodó!
miért, és a tartalékon miért várjunk, nem a televízió helyeskedé. Elvárható lett volna minimum követelményként, hogy valamilyen osztályosan, vagy szakavatot, vagy aki kompetenciával rendelkezik személy, legyen elképesztetőt, ez egy biztonsági ember, akinek semmi köze ehhez az egészet. Úgyhogy maradunk, amíg nem hajlandóak lehetni, addig maradunk. De most, amíg a devizásoknak nem adtak 10 percet, a mi tévénkben többet nem jelenhettek meg. Ti néztek még RTL Klubot? Akkor így van, akik ilyen mocskosan bánnak az emberekkel, így járnak. Köszönjük a tudálást, köszönjük a fellépést, és ugye tudjátok, hogy belőlünk élnek. A mocskok rajtunk keresztül neked ne keressenek több pénzt. Szevasztok, majd visszajövünk követelni, ha még lesz hova. És akkor most üljünk be az autókba! Nézzük meg itt van az MTV-hez! Gyáva ja,